Megnézzük, egy, megnézzük, hogy régen hogyan kerestek az emberek munkát. Tehát mondok egy egyszerű példát. Fogta, nyitott az Express újságot. Nincs is már Express gyakorlatilag. Tehát most már, most már ugye az internet elterjedésével minden áttevődött az online térbe, és ennek megfelelően a diák munka is ebből elég erőteljesen kiveszi a részét. Sziasztok! Ez a Műsz Podcast második adása, aminek a témája az elmúlt 25 év változásai a diákmunkában. A mai adásunkban szó lesz arról, hogy hogyan nézett ki a diákmunka a 2000-es évek elején, és ez hogyan változott meg a mai 2023-as 24-es évre. A mai vendégem pedig második Szabolcs, a Műsz Iskola Szövetkezett Marketing csapatának a vezetője. Szia Szabolcs! Szia, üdvözlöm a nézőket! <kül> Engedd meg, hogy egy pár gondolatba bemutassalak téged a nézőinknek. Második Szabolcs az iskola szövetkezet marketing csoportjának vezetője. Bár ezt a titulust nem igazán szereti, mert az iskola szövetkezetnél csapatban dolgoznak, ahol egy egységként képviselik a céget. 1998-ban került diákmunkásként az iskola szövetkezethez, és az évek során számos diákmunkát kipróbálva elvégezve jutott el a mostani pozíciójába. A 2000-es évektől kezdve az iskola szövetkezett marketing tevékenységét irányítva lekövette az összes munkaerőpiaci változást, folyamatosan igazodva a fiatalok változó és folyamatosan megújuló igényeihez. Akkor, hogyha jól értem neked, a műsz az első munkahelyed, és azóta is főállásban itt itt tevékenykedsz? Hát fogalmazhatunk így is, igen, tehát mellette azért volt más ö, ö, is az életemben, de fő, 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 tevékenységként igen, itt, itt élem minden napjaimat az iskola szövetkezetnél. gyakorlatilag 90 98 óta akkor te a konkrétan saját tapasztalatból tudod azt, hogy hogyan is nézed ki akkor, a, a diákmunka. Abszolút, és végigéltünk mindent gyakorlatilag, ami a diákmunkát is végig kísért az elmúlt néhány évtizedben. És tudsz pár gondolatot mondani arról, hogy amikor te elkezdted, mint diákmunkás a, a karriered, akkor hogyan nézett ki a diákmunka világa? Hát mi ezt úgy hívjuk egyébként, hogy a diákmunka hőskora. Gyakorlatilag ugye, 2000-es évek ele előtt, ugye a diákmunka az egy ilyen, úgynevezett ilyen, nyári munkaként indult. Tehát a legtöbb, legtöbb ö, szövetkezet elsősorban gyárra kínált kínálta a diákoknak a munkalehetőségeket, és általában az egyszerűbb, a könnyen betanulható munkalehetőségeket. Vagy az olyan munkalehetőséget, amit a főállású munkavállalók nem, be, nem végeztek el, vagy nem vállaltak el. Tehát ilyen egyszerűbb feladatok voltak, mint a szóróanyagterjesztés, terjesztés, plakátozás, újságkiordás, utána jöttek az árufeltöltések, a különböző ö, nyaralóhelyeken mondjuk a, a vízibicikli kölcsönzőbe való tevékenységek. És akkor gyakorlatilag ugye a diákok csak a nyári szünet ide alatt vállaltak első elsődlegesen munkát, hiszen a legtöbb munka munkalehetőséget akkor, akkor lehetett elvégezni. Majd ez a későbbiekben elég szépen átalakult ugyanis az iskola szövetkezetek ugye gyakorlatilag a tanév teljes idej alatt kínálnak a diákoknak most már munka lehetőséget, és ugye a munkáknak a típusa is az évek folyamán folyamatosan fejlődött, folyamatosan változott, egyre jobban igazodva a, a mind a piaci, mint a diákoknak a egyre magasabb igényeihez. És miért lehet az, hogy még, még mindig elég sokszor találkozunk azzal, hogy így a diákmunkát a szórólapozással szokták párhuzamba állítani? Tehát, hogyha a szülők el akarják küldeni diákmunkára a gyermeküket, akkor még igazából ők is sokszor erre gondolnak, hogy majd újságot kell kihordani, és, és ilyen jellegű munkát kell végezniük. Hát ugye ez a Mm, úgynevezett bekategorizálás, vagy sztereotípia fogalmazhatunk így, inkább az idősebb korosztálynak a fejébe él, tehát a mai korosztálynak, a, a, az új generációs cégvezetőknek a fejébe, meg a szülőknek a fejébe már nem ilyen szinten él. De ugye ők megszokták, hiszen ők is annak idején, hogyha végeztek bármilyen jellegű diákmunkát, akkor ezeket a feladatköröket látták el. Uh -huh. És ez így megmaradt. És mivel ők folyamatosan nem követték a, a, a változásait, ezért majd mind a mai napig ezzel azonosítják. És ez hogyan változott meg az évek során? Tehát hogy tudunk mondani egy olyan folyamatot, amin végigment maga a diák munka, mint, mint fogalom, ugye az elmúlt évtizedekben? Tudunk. Ugye gyakorlatilag, ugye, mint említettem, hogy a, a kezdetekben ezek a diák munka lehetőségek az egyszerűbb, ö, betanított és inkább nyári munkalehetőségek uh -huh. voltak. Ugye ez idővel elkezdett bővülni. Ugye? Nyári időszakban mindenki tud munkát vállalni, akinek nyári szünete van ugye az iskolai tanév közben illetve tanévnek a végén, végétől egészen a következő tanév kezdetéig. De ugye az egyetemisták, főiskolások ugye az orrendjüknek megfelelően tudják beosztani a saját idejüket, és ennek megfelelően ők a későbbiekben is, tehát a tanév idej alatt is tudnak munkát vállalni. És akkor szépen elkezdett fejlődni ez az egész olyan szintre, hogy bekerültek az egyszerűbb munkák mellé az úgynevezett akkor még azt is emberek végezték, sőt, mai napig is van, de már kevesebb számban, a adatrögzítési munkák, a különböző irodai munkák, a különböző olyan jellegű irodai munkák, amiket szintén nem nem akartak egy főállás munkavállalóra rábízni, ezek így, 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 így növelték a, a diákmunkáknak a számát folyamatosan. Aztán elő, előjött a, a, a cégvezetőkbe az is, hogy a diákokat tudják a kiesett, a szabadság idejére kiesett munkavállalóknak a pótlására is használni. Nem, nem jó szó egyébként, tehát inkább azt mondanám, hogy alkalmazni. És akkor egy, egy, idő után már, már a diákok is kezdtek egyre jobban érdeklődni a diák munka iránt, hiszen ugye nagyon sokuknak elsődlegesen a pénzkereseti lehetőség volt az, ami, az, ami motiválta őket, hogy, hogy diákmunkát vállaljanak. Aztán az időmúlásával, a is, számítógépes ismereteiknek a, a, a bővülésével egyre többen keresték azokat a munka munkalehetőségeket, ahol ezeket gyakorolni tudták. Aha. Majd ugye a későbbiekben bejött a nyelv, nyelvhasználat. Egyre többen kerestek olyan munka lehetőségeket, ahol a nyelvet tudják gyakorolni. Itt beszélünk akár egy recepciós munkáról, akár egy telefonos call centerről, Aha. akár egy olyan irodai munkáról, ahol mondjuk egy, egy külföldi cégnél kellett dolgozni. És ezek szépen szépen lassan és lassan így bővülnek. Kövültek. Majd jöttek azok a lehetőségek, ahol már szakmai munkát tudtak végezni. Az egyetemistáknak a, leg, a jelentős része ugye szak, szakirányú munkalehetőségeket munka lehetőségeket keresti. erről majd beszélünk később a gyakornoki programoknak az elterjedése, az, az hogyan Igen. változtatta meg a diákmunkát. És már már eljutottunk odáig, hogy nagyon-nagyon minimális lett az őskorban Megtalálható munkáknak a száma. Például a kokáér, visszatérve egy szórolapozásra vagy egy plakátozásra, ezt már ma nem is lehet végezni, hiszen tiltott tevékenységnek számít a városban. Régen, mik fogták, kiragasztották a plakátokat a villanyoszlopokra, ezt ma már nem teheted meg. Tehát igen, erre szabályozás igen, van, igen. és ez büntetik. Hát ő az újságkihordás még esetleg a ami, egy ami hát, létező feladat igen, lehet. Igen, inkább az ilyen nagyobb ö, bevásárló ö, központoknak, illetve áruházaknak az újságai vannak, hiszen már, a, már az olyan jellegű újságok, amik a 2000 es években jelen voltak, azok már abszolút nincsenek. Hát. És a, az iskola szövetkezetek hogyan tudtak bekapcsolódni ebbe a folyamatba? Tehát mennyire voltak jelen a hőskorba, és most ez hogyan változott meg ugyanebben a folyamatban? Hát ugye a kezdetekkor az iskola szövetkezetek még, 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 csak úgy bontogatták a szárnyaikat, de már már azt lehet mondani, hogy a cégek életének, illetve a, a diákok életének egy meghatározott szereplőivé váltak. Hiszen Ugye, a, mint, tehát a, régen is, meg ma is, a munka, tehát a munkakeresés, az nem volt egy egyszerű történet. Tehát ö, megnézzük, egy, megnézzük, hogy régen hogyan kerestek a, az emberek munkát. Tehát mondok egy egyszerű példát. Fogta, kinyitott az Express újságot. Nincs is már Express gyakorlatilag. Tehát most már, most már ugye az internet elterjedésével minden áttevődött az online térbe, és ennek megfelelően a diák munka, és ebből elég erőteljesen kiveszi a részét. Mert ugye régen a, 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 az szövetkezetnek az ügyfélszolgálati irodájába lehetett elsődlegesen bejönni, és ott tájékozódni és munkát vállalni. Tehát akkor még a honlapok meg ilyenek, nagy-nagy gyerekcipőben jártak. Na most, mára gyakorlatilag az online ö, ö, tér lett az elsődleges, elsődleges kiszolgáló felületi, illetve kiszolgáló része a munkának, hiszen a 2019-es COVID betörése. Következtében maga a diákmunkának az online fejlődése olyan mértékben ö, 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 irányozta elő gyakorlatilag ezeknek a folyamatoknak az online platformra való áthelyeződését, hogy gyakorlatilag az, 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 a fizikális ügyfélszolgálatnak a létjogosultsága az megszűnt. Uh -huh. De ettől függetlenül azért még vannak fizikai. Ö, tehát be tud hozzátok menni akár egy diák, hogyha szeretne? Igen, van még. Jelen pillanatban még a Szent István körúton nekünk is az ügyfélszolgálati irodánk megvan, de most már mi is átalakítjuk, tehát december 1-től valószínűsíthetően csak korlátozott nyitvatartással fog üzemelni, ami azt jelenti, hogy időpont egyeztetéssel fognak tudni bejönni. Hiszen arányszámokat mondok, a kezdetekkor napi 150-200 ember ment be, az elmúlt azt mondom, hogy fél évben egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány diák jött be az iskola szövetkezett ügyfélszolgálati irodájába. Igen, tehát ugye ez gyakorlatilag a... Maga az informatikai fejlődés, ezt is így akkor van. így megszünteti így gyakorlatilag. Uh, említetted már korábban, hogy... Uh, folyamatosan fejlődtek ugye a, a munkakínálati lehetőségek. Ebben milyen szerepe volt egyébként a nyelvtudásnak? Tehát, hogy a diákok ö, szemszögéből, ha nézzük, régen mennyire volt fontos az, hogy hogy beszéljenek valamilyen idegen nyelven, és ez mennyire elvárás ma a cégek részéről? Ö... Egy szórlapozáshoz, egy plakát kihelyezéshez nagyjából nem nagyon kellett uh, nyelvet uh, ismerni a diáknak, viszont az irodai munkák uh, előretörés, vagy, illetve, feltörek, illetve előtérbe helyeződésével, illetve a külföldi cégek piac, a magyar piacon való megjelenésével és az ő általuk is igényelt diák munkaerőnek köszönhetően már a már egy alapelvárás, hogy nagyon-nagyon sok munka lehetőségnél ki kérik a legalább egy idegen nyelvnek az ismeres, ismeretét. Itt van Na most referencia, hogy az angol, német, esetleg bármilyen egyéb nyelv legyen? Általában az angol nyelv az, ami dominál. De, de a kínálatban mai napig megtalálhatok olyan munkák, amihez nem szükséges nyelvismeret. Tehát ez nem ki, hogy elriasszom bárkit, hogy, hogy neki mindenféleképpen kell angol nyelven beszélnie. Nem. Tehát <kül> Az angol nyelvtudás általában, illetve bármilyen más idegen nyelvtudás, mert nem ne emeljük ki csak az angolt, mert vannak olyan munka amik mondjuk nem csak az angolt kérik, tehát akár volt, volt hogy a keleti nyelveknek az ismerete volt elvárása a munka, Általában azoknál a munkalehetőségeknél, ahol a gyakornoki programban vesznek részt a diákok, tehát ott, ott, ott egy alap, szinte alapelvárás az, hogy egy, egy, egy a idegen nyelvet legalább társalgási szinten ismerje. Uh -huh. Itt a kis idővonalunkon gyakorlatilag elérkeztünk a, a mostani diák munkavilágához. Nem tudom, hogy mennyire ismerik így a diákok, hogy pár évvel ezelőtt az Európai Unió bevezetett egy új adatvédelmi törvényt, ami ugye GDPR néven fut, és, és nagyon sok területét az életünknek befolyásolta a diák munka területén ez, ez, milyen hatásokkal volt? Hát fogalmazzuk meg, hogy ez mindenkit sokkot a kezdetekben, hiszen olyan szintű fejlesztéseket kellett végrehajtani ennek köszönhetően, amik, amik nem voltak előre tervezettek. Tehát nálunk ez konkrétan ö, úgy jelentkezett, hogy azt mondtuk, hogy akkor, akkor kezdjük az elejétől, a a, a hollap és a háttérrendszernek az újjaépítését, építését, és teljesen más platformokra, teljesen más-más motorral kellett az egészet ö, ö, gyakorlatilag fejlesztenünk, hiszen a szabályozás az, az olyan követelményeket rót fel, amivel a, a, a a régi-régi rendszerek már abszolút nem voltak kompatibilisek, és azoknak a fejlesztése az lényegesen magasabb költséget vont volna maga után, így egyszerű volt újra tervezni. A diákok ebből mit érzékelhettek? Gyakorlatilag azt, hogy kaptak egy sokkal jobban használható felületet, sokkal gyorsabb kiszolgálást, hiszen az új rendszerek azok magukkal hozták ezt a folyamatot is. Tehát akkor ők végül is ebből jól jöttek ki, nektek viszont... Mint az iskola szövetkezet, azért egy elég nagy fejvakarást okozott. Kezdetben igen, bár azt mondanám, hogy ez nekünk is egy nagyon nagy fejlődés volt, hiszen sok, sok olyan folyamatot ö, tudtunk automatizálni, illetve gyorsabbá tenni, ami, ami nagy mértékben segítette a diákoknak a munkavállását, illetve a mindennapi, mindennapi munkáját. És mit gondolsz, hogy a, a közösségi média, illetve ezek az újonnan bevezetett online platformok, öm, mennyire segítik a diák munkának a népszerűsítését? Hát már a szinte teljes marketing tevékenység az, az online platforma tevődik át. Ugye minimális most már az offline megjelenés, ezt abszolút kijelenthetem, hogy azt az, teljes mértékben a, a minimálisra csökkentettük. Te az iskolánkban sem vagytok jelen? Ö, az iskoláknak a Különböző online lehetőségein vagyunk jelen, már ahol megengedik, hiszen az iskoláknak a jelentős része az nem igazán támogatja, uh -huh. hogy az ő diákjaik munkát végezzenek a tanulás helyett, mert ezt így kaptuk meg egy nagyon kedves igazgatótól. Ami abszolút nincs így, csak ő, ő sem lát bele ebbe a történetbe, és nem, nem igazán tudjuk elmagyarázni. Mert van, akinek egyszerűen nem, nem megy át az információ. Tehát az iskolákban is inkább az online felületeken vagyunk jelen de a maga, maga, a közösségi média az abszolút elvitte a, 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 a diákok elérésének a, a módját, tehát szinte csak arra tervezünk, és abból építkezünk, és abba, abba, arra, abba az irányba fejleszünk a megjelenéseinket is, a kampányainkat is, meg, meg, meg minden olyan jellegű információ átadást, ami, ami akár gyorsan, akár akár hatékonyan kell, hogy átmenjen a diákok felé. Mennyivel egyszerűbb volt régen az Expressben hirdetni, nem? Tehát amikor csak egy újság hirdetéssel már el tudtad érni a diákok nagy részét. Most azért egy jóla, jobban átgondolt online kommunikáció kell tőletek is. Ez így van, bár igazság szerint ez egy érdekes dolog, hogy ott nem feltétlenül a diákot érted el az express hirdetéssel, hanem a szülőt. Most viszont tudod már olyan szinten állítani az elérést, hogy akkor a diákot érdel. Tehát annak idején nagyon-nagyon sok fiatalt a szülők a ilyen jellegű hirdetések hatására küldtek el <kül> munkát vállalni. És ma, amikor munkát vállal egy diák, akkor a szülőnek a ráhatás az még mindig jelen van, vagy most már sokkal önállóbban tudnak dönteni a diákok erről? Ugye régebben azoknak a hirdetéseknek köszönhetően, amik inkább a felnőtteket érték nagyobb ö, ráhatásuk volt a, a diákokra, hogy elmenjenek munkát vállalni. Mára viszont sokkal, de sokkal tudatosabbak a diákok, és sokkal tudatosabban vállalnak munka hiszen most már számos diák felismerte a pénzkereseti lehetőség mellett ugye a diák munkának azokat, azokat az előnyeit, amik a későbbi munkavállalás során ugye őket nagyon-nagyon nagy mértékben előrébb fogja tudni vinni a többiekhez képest. Mert ugye régen elsődleges a pénzkereseti lehetőség volt az, ami dominált, illetve az, hogy a gyerek az megtanulja a pénzzel bánni, megtanulja, a, a, mit, mit, is jelent az, hogy fizetés, megtanulja a felelősséget. Mára, már ugye alapfeltétel egy minden egyes munka a hirdetésben, ugye megnézzük, hogy a szakmai tapasztalatnak a megléte. Na most egy iskolai évek alatt csak úgy tudja megszerezni valaki a szakmai tapasztalatot, hogyha a diák munkán keresztül lehelyezkedik egy olyan céghez, ahol magá, magában a tanulmányainak megfelelően tud uh, munkát végezni. <hül> És ez egy iszonyat nagy előny a későbbiekben. És itt jönnek be ugye a gyakornoki programok, amikről már beszéltünk korábban, hogy nagyon-nagyon sok cég már a tanulmányi idő alatt elkezdte előszűrni a későbbi munkavállalói állományt. Ez ugye több szempontból is előnyi számukra már most ki tudják válogatni, és konkrétan ez egy nagyon, nagyon csúnya megfogalmazás, de sajnos tényleg így van hogy a saját képükre tudják formálni a munkavállalót, be tudják tanítani a, a saját folyamataikat, hiszen ö, az nagyon sok ember fejében ö, nincs meg, hogy mikor egy új munkavállaló elmegy egy céghez, az minimálisan egy ilyen 4-5-6 hónapig nem olyan szinten hasznos tagja, illetve a, a magának a csapatnak, hiszen a betanulási folyamatok, amik, amik ennek az egésznek az ízére, megtanulja mit, hogyan, megtanulja azoknak a rendszereknek a kezelését, ami, ami, ami majd neki a későbbi munka Szükséges, addig ő nem, 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 nem olyan szintű munkavállalónak minősül, mint aki már ott van évek óta. Viszont a gyakornoki program pontosan ezt segíti elő, hogy megtanulják már menet közben. Sokkal könnyebben is egyébként ezáltal, mert a gyakornoki programok pontosan erre vannak kiélezve, és a későbbiekben, ugye már amikor végzett a tanulmányaival, akkor már konkrétan annál a cégnél tudja folytatni a tevékenységét. Na most. Arról sem tudnak ö, sokan, hogy a gyakornoki programokban résztvevőknél, résztvevők számára nagyon-nagyon sok esetben maguk a cégek biztosítanak egy úgynevezett ilyen ösztöndíjat, hogy ezzel is ösztönözzék, hogy a későbbiekben az ő munkavállalói ha. állományokat erősítsék. Ö, korábban beszéltünk arról, hogy a, a GDPR azért az egy nagy sok volt a, a ti életetekben, aztán jött egy újabb sok, ez pedig a COVID-19-es járvány volt. Uh, ti hogy éltétek ezt meg, illetve hogyan változtatta meg a, a diák munkavilágát? Hát ugye nagyon-nagyon kevés ember van, aki a COVID-ot jól élte meg. Azt azért uh, kijelenthetjük. A diák munka tekintetében uh, egy óriási fejlődést eredményezett a COVID-19-nek a, a, a megjelenése, illetve a pandémiának a bevezetése. Ugyanis uh, Gyakorlatilag egy, kettő, egy, illetve kettő hónap alatt át kellett állni teljes mértékben a homofiszos munkavégzés lehetőségére. Erre nagyon-nagyon sok rendszer nem volt felkészülve, tehát nagyon sok uh, cég esetében ez, ez jelentős problémát okozott, mivel mi gyakorlatilag a GDPR bevezetésének köszönhetően már előkészített uh, úgynevezett bekötési lehetőségeket ö, hagytunk, mert nekünk ugye folyamatos, folyamatos, fejlesztés az ez egy alap ö, koncepciónk, és ö, tehát ha nem érkezett volna meg hirtelen a, a COVID, mi akkor is bevezettük volna gyakorlatilag a, az online szerződést kötést, illetve az online munkavégzést, hiszen ezek már előkészített folyamatok voltak. Ö, gyakorlatilag kettő hónap alatt kellett átállni arra, hogy a, a diákok, akik ö, eddig is kindolgoztak az adott cégnél, jelenléti ö, munkavégzéssel, azok meg tudják oldani az otthonról való munkavégzést is. És ez a diák munka kínálatra hogyan hatott? Hát ez egy érdekes folyamat volt, hiszen a, ahogy bevezették a pandémiát, egy drasztikus csökkenés volt tapasztalható. Mondok arányszámokat: a pandémia bevezetése előtt 272 darab munkahajánlat volt a kínálatban és a, ahogy bejelentetik a pandémiát és megtörténtek a lezárások, ez 50-re esett vissza. És ez szépen lassan, ahogy, ahogy sikerült mindenkinél a... a, a home office lehetőségét, illetve az online munkavégzést bevezetni, szépen épült vissza. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy ilyen fél éves intervallum alatt ö, hát a mi szempontunkból ö, szerencsésnek mondható, mert, mert mi vissza tudtunk állni, majdnem hogy a, olyan szintre, mint amilyen szinten a, a munkakínálata a pandémia bevezetés előtt volt. Nem azt mondom egyébként, hogy teljes mértékben, de <kül> Nekünk volt egy hatalmas előnyünk a többi iskola szövetkezethez képest, hogy ugye nekünk elsődlegesen a szakmai munkák, illetve az, az irodai munkák ö, szerepelnek nagy mértékben a kínálatunkban, és ezek esetében nagyon könnyen át, át lehetett állni az online munkavégzésre. Míg mondjuk egy kétkezi munka esetében ez egy kevésbé megvalósítható folyamat volt. És ö, miután ezt a, a legtöbb partnercég is ö, sikeresen eszközölt ezeket a fejlesztéseket, nem volt akadály annak, hogy, hogy újra elkezdenek a diákok, vagy ugyanúgy tudják folytatni a munkavégzésüket, mint korábban. És a diákok részéről megmaradt ez az igény a mai napig, hogy home office ban tudjanak dolgozni, vagy biztosítsa számukra a cég ezt a lehetőséget? Abszolút. Sőt, mi több, ugye mi egy hónappal ezelőtt indítottunk el, indítottuk el a teljesen új oldalunkat. Ez egy újabb fejlesztés volt az előző oldalhoz képest, sőt, ez egy drasztikus fejlesztés volt az előző oldalhoz képest, hiszen most már olyan lehetőségeket is bevezettünk számukra. A, mint például az online jelenlétív, illetve most azon dolgozunk, hogy az o, a jelenlétívnek a se kerüljön már papír alapon, hanem maga a cég online tudja ezt elvégezni, és gyakorlatilag onnantól ez a feldolgozási folyamat meg mindent lerövidül, és ö, sokkal gördülékenyebben is egyszerűbben tud menni, hiszen azt azért tegyük hozzá, hogy mindig van hiba, amikor egy olyan olyan faktor van beiktatva, ami vagy feltöltési, vagy aláírási, vagy fényképezési, vagy szkenderési lehetőséget követel meg a, 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 a munkavállaló

és ö, ezeket most abszolút megpróbálja kiküszöbölni. Viszont, ami nagyon fontos, és visszatérve a kérdésed és elnézést, hogy elkanyarodtam, ö, mára már kellett egy olyan munkalehetőséget, illetve munkakör szűrési lehetőséget beépítenünk, hogy home office. Tehát ez már abszolút egy elvárás. Nagyon-nagyon sok cég nem is vezette vissza teljes mértékben a, a, a jelenléti munkavégzést, hanem három-négy nap otthon, egy napra kell bemenni uh -huh. maximum a céghez. Tehát ez nekik is egy eléggé költséghatékony megoldás, de működőképes. Ugye a home office az egy új igényként jelent meg akkor így a diákok részéről, hogy egy kicsit kinyitjuk ezt az időtávot, és, és visszakanyarodunk az eredeti témánkhoz, ami a, az elmúlt 25 évet nézi, ugye. A home office-on túl milyen egyéb igényeik lettek a diákoknak, amiket a cégek felé tudnak így támasztani, és gyakorlatilag így egy mondhatni alkupozícióba kerülni a diákok a cégekkel szembe? Ez gyakorlatilag munkavállalója válogatja. Tehát vannak olyan munkavállalóink, akik kifejezetten szeretnek új technológiákkal dolgozni. Vannak olyan diákok, akik, akik csak egy meghatározott keretrendszerben hajlandóak dolgozni. Ez köszönhető a tanulmányaiknak, köszönhető a piaci változásoknak, hiszen menő dolog manapság izé Apple termékeken dolgozni, mind a mai napig, menő olyan ö, technológiákat kipróbálni, ami, amivel mondjuk tele van a közösségi média, és mindenki, mindenki ezt szajkózza, hogy hú de menő, hú menő. Ö, olyan is előfordult egyébként, hogy ö, fast fashion irányban szerettek volna tevékenykedni, akár boltok tekintetében, uh -huh. akár, akár bármi olyan tekintetben, ami, ami azt, azt eredményezi, hogy ő ebbe a világba mozoghasson. Szóval számos, számos olyan, olyan, olyan dolog van még, ami, ami még egyelőre azt mondom, hogy még kiaknázatlan, de, 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 de meglepő, meglepő igényként jelentkezik. Akkor nézzünk egy kicsit a, a jövőbe is. Mit gondolsz, hogy a következő néhány évben milyen olyan újítások jelenhetnek meg, amik, a diák munka világát befolyásolni tudják. Akár informatikai téren, de, de akár munkakínálat terén is. Hát ugye a munkakínálat tekintetében véleményem szerint a szakmai munkák fogják előbb-utóbb elvinni a piacot, hiszen ugye, mint említettük korábban, ez a cégek számára egy nagyon-nagyon-nagyon nagy előny, mert ugye nem kell neki toborzással kiválasztási folyamattal foglalkoznia, nem kell erre munkaerőt feltartani, hiszen ez fenn, fenn, illetve ezt elvégzi helyett az iskola szövetkezet. Viszont az vövődik észre jelen pillanatban, hogy maga a diákoknak az elérése, maga a diákoknak a megkeresése már egyre lejjebb tolódik. Hát, ha megnézzük a pályaorientációs napoknak a, 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 a piacon való megjelenését, már nem csak a, a középiskolások tekintetében, de már az általános iskolásoknál is ez, ez, ez bejött. Nagyon-nagyon sok cég szervez most már nyíl, egyre, egyre e, sűrűbben nyílt napokat, ahol meg, megismerkedhetsz a náluk lévő folyamatokkal. E, egy érdekes példa, de a 12 éves kisfiamék voltak most nem egy nagy bútoráruházba, ahol bejöntek a kulisszák mögé, és én is érdeklődve kérdeztem tőle, hogy mi volt, na mi volt, mesélj, mi van ott hátul. Szóval egyre több, egyre több cég esetében fordul most már elő ez, és a diákmunkáknál most már azt gondolom, hogy, hogy ez már egy szűrő lesz. Tehát a diákmunka az előbb-utóbb már egy szűrő lesz a cégeknek, és nem csak és kizárólag arról fog szólni, hogy akkor nyárra adjunk munkát a diákoknak, és az iskola idő alatt adjunk, hanem igenis kőkeményen belemegyünk abba, abba az irányvonalba, hogy a, a munkaerő munkaerőállománynak a bővítése. Hiszen megnézzük, amekkora jelen pillanatban a piacon a munkaerő hiány, tehát minél hamarabb el kell neki kezdeni a munkavállalóknak a kinevelését uh -huh. fogalmazhatjuk, meg így a diákok szempontjából ez, ez járhat olyan előnyel, hogy aki például már egy, egy gyakornoki program után érkezik meg, mint főállású munkavállaló, akkor esetleg magasabb fizetéssel tud elindulni, azokhoz képest, akik, akik tényleg tapasztalat nélkül érkeznek meg, vagy ez nem jellemző még? Hát nézd, mindenképp. Hiszen, ha belegondolsz, eredményorientált piacon Tevékenykedik mindenki, és aki már tud eredményeket hozni, annak a munkája sokkal többet ér, mint az, aki mondjuk még csak most fogja ezt az egészet megtanulni. Ugye most ha beszélünk arra, arról, hogy mondjuk egy próbaidő. Hogyan szól egy próbaidő? Próbaidő alatt általában ilyen bért kap, olyan bért kap az ember, próbaidő után meglátjuk. Itt már nincs mit meglátni. Tehát itt már, itt már ő bizonyította, itt már neki annyi, hogy megvan a diplomája, és a diploma az ugye alapvetően eredményez egy magasabb fizetési besorolást. Igen. Innentől kezdve nincs miről beszélni. Akkor így gyakorlatilag a befektetett munka az, az hamar meg tud térülni. Így van. Hát Szabolcs, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezeket a hasznos információkat és érdekes történeteket. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek a mai adásunkat. Érdemes lesz velünk tartani a következő epizódban is, ahol a karriertervezés és az önismeret lesz a témánk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve ne felejtsétek el követni a műiszt a különböző social media felületeken, Facebookon, Instagramon, TikTokon és a YouTube-on is. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!